Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Lélek Közösség Peller Mariannal utolsó adása. És hát nem véletlenül hívtam azt, akit hívtam, mondjuk ez egyébként minden adásra igaz, de a mostani vendégem megint csak egy olyan barát, aki, aki felnőtt korban nem igaz, hogy nem kötethet barátság emberek között, sőt nem csak emberek között, hanem azt mondják, hogy valahogy a nők között is nehezebb a lojalitást megtalálni, meg valahogy nehezebben kötetnek ilyen barátságok nők között. Na ez nálunk Megint csak azt gondolom, hogy erre rácáfolhatunk. szabadosági a vendégem, szia, édes! Szia, milyen szép felvezetés, nagyon köszönöm. Így van, nagyon sokat tanultam tőled Mert vicce, én az meg elmúlt tönved. években, és hát mindig is hittem abban, hogy semmi sem történik ok nélkül, de abban, meg aztán különösen, hogy hogy mi megismerkedtünk, és hogy összefonódott az életünk, amiből igazából ez először munkának indult, de aztán barátság lett belőle. Szóval a kettő valahogy párhuzamosan Igen. zajlott egyik pillanatról a másikra. és én azt gondoltam, hogy erről fogunk beszélgetni. Arról, hogy mi hogy találtunk egymásra, arról, hogy te hogy járod az utadat, hogy vagy egyre spirituálisabb, úgyhogy én meg rákényszerítelek. <síns> <alatt, tényleg. síns> És, és szeretem a véletlenjeinket. Szóval én arra gondoltam, hogy, hogy meg elhoztam a két közös gyerekünket is, akik nem sírnak, meg nem kérnek egymást. De hogy annyira szeretem, hogy, hogy mi hogy találtunk egymást. Ezt meséljük mi együtt el a hallgatóknak, és hogy hogy most novemberben megszületett a mi második közös gyerekünk is, ami az én második regényem. Igen. És a te kiadód által Igen. jöhetett a világra. Igen, hát gyakorlatilag nem is lehetne szerintem könyvesboltom és könyvkiadom, ha te nem vagy. Na az ne egész hát. úgy indult, hogy amikor kitaláltam, hogy legyen. Hát igazából az a könyvkiadóm, mert hogy a könyves volt még akkor is egy ijesztő álomnak tűnt, de aztán nagyon szorosan utána jött a könyves volt is, mindegy, a lényeg az, hogy tudtam, hogy kell egy szerző. Egy olyan szerző, aki azért húzó név, de erős a témája, tehát nem egy szerepkönyvbe szerettem volna. És akkor valahogy így beugrott, hogy pár hónappal előtte a COVID járvány közepén, amikor mindenki karanténban ült otthon, akkor csináltam veled még az akkori könyves podcastem egy interjút arról, hogy spiritualitás és könyvek, és hogy neked mik a kedvenc spirituális regényeid. És akkor úgy fejezted be azt az interjút, hogy hogy Ági, érzem, hogy, 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 nekünk van még valami dolgunk egymással, és akkor egy kicsit kinevettelek, hogy így magamba, hogy így, de Cuki biztos mindenkinek ezt mondja. Nagyon nem. És akkor tényleg eltelt pár hónap, és erre nem is annyira emlékeztem, csak utólag esett le, És akkor így gondolkodtam, hogy ki lehetne az első olyan szerzőm, és akkor eszembe jutottál, így, hát gyakorlatilag az elsők között, vagy az elsőként konkrétan, és akkor rádírtam Instagramon a nemes egyszerűséggel. Most tökéletesen mondom az én oldalam azt jön Mond, mond, Rádírtam, hogy szia, Marian, ö, nem lenne kedved írni egy regényt? Valahogy neked ez a spirituális téma olyan erős, meg itt a lélek közösség, hogy valamit a tapasztalataidat, te hogy éled a mindennapjaidat. Vagy egy regényt, vagy egy, akár még vagy egy non fiction, egy estét, és igen. akkor bennem volt, hogy akár még egy non fiction is lehetne. És akkor ö, erre válaszoltál. Akkor mondom a saját oldalamat, én éppen nyaraltam a családommal, és ez július 30-ára esett, ami a születésnapom. Milyen figyelmes vagyok. de arra, hogy most mit ír az Ági, biztos felköszönt. Na most ehhez képest, ehhez leesett az állam, és a vacsorá asztal találtam fel, hogy most fel kell az Ágit azonnal. És felhívtalak téged, ugye, és elmondtam az Áginak, ezt most már a hallgatóknak mondom így, hogy, hogy éppen egy spirituális szerelmes regényt írok, és a 80%-a készen van. Szóval tulajdonképpen túl vagyok a háromnegyedén. És hogy akartál is keresni, és hogy, mit nem? csinálni, mert Aha. tudtam, hogy te ezzel kezdesz foglalkozni. Igen. Tehát, hogy arról azért korábban beszélgetünk beszélgettünk Igen. már. Hát uh, meg egyetlen képbe voltam, hogy a, könyvekkel, könyvekkel így így és hogy milyen kiadóhoz lehet fordulni, vagy mit lehet csinálni. Tehát úgy voltál vele, hogy én egy kapocs vagyok a könyves szakmához. Így van, így van. És, azt aztán, kiderült, az hogy... Szépen kihasználnám, és aztán kiderült, hogy pont most akarsz kiadót indítani. És, 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 annyira jó első. érzés volt, hogy leültünk, és emlékszem, hogy annyira nyitott volt az első perctől, és azt tudni kell, hogy azért az én kiadóm, a mi kiadóm, most már szerintem több mondom, mert azért most már egy egész nagy csapatom Bízom, van. Nagy csapatod van. Hogy mi úgy dolgozunk, és te is a csapat tagja vagy, hogy az, ami a Liberty Könyvkiadó kiadó munkája, az csak és kizárólag a Libertin Könyvesboltban kapható, vagy online. Igen. Egyrészt szerintem az emberek képesek online is rendelni, nagyon főleg is. a Covid alatt nagyon sokan megtanultak, egy könyvnél egy ajánlás sokkal többet hozzáad, mint az, hogy megtapogatod, megfogdosod. Oké, persze, tudom, hogy nagyon sokan még mindig szeretnek céltalanul bolyongani egy könyvesboltban, nincs is olyan jobb dolog sok Annak esetben. Annak is van varázsa. Annak is persze. van varázsa, így van, meg egy könyvesbolt hangulata fantasztikus, de akkor is azt gondolom, hogy célzottan, tudatosan könyvet választani most már azért nagyon sokan könnyen tudnak, meg megteszik, mert hát ezen dolgozom öt éve, hogy az emberek Könnyebben Igen. választanak maguknak megfelelő könyvet. Na, és az a lényeg, hogy egy pillanatig nem kételkedtél abban, hogy ez működni fog, nem. tökre bíztál benne. És azt éreztem, hogy, hogy itt van ez az ember, akivel alig ismerjük egymást, de hogy ilyen feltétel nélküli bizalom van, és te tudod, hogy ez jó helyen lesz, hogy bíztál bennem, hogy ez egy jó regény lesz és hogy gyakorlatilag neked tök oké, hogy te vagy az első szerzőm, és egyelőre az egyetlen szerzőm, mert hittél benne, hogy ez működni fog. fog. azt éreztem, hogy így legalább, tehát hogy ketten szüzen kezdjük el ezt a dolgot. Tehát hogy nem azt éreztem, hogy bekebelez valaki, Engem. és, és egy és, nagy cégnek te lesz és a egy 200 a 250 valaki, hanem nekem, csak egyébként a celebet látják benned. Igen, ez, ez benne ez van. Lett volna. É, ami még nagyon izgalmas volt nekem, nagyon vártam, hogy mit szólsz hogy elolvasod, hát hiszen te az eredetit olvast. Ugye ez már a szerkesztett változat nyilván, amit az emberek a kezükbe tudnak venni az első kötetnél, a másodiknál is, de a másodiknál nem kellett annyi szöveget kiszedni, azért azt, azt el szabad árulni, nem, hogy az egyötöde a szövegnek az elsőnek gyakorlatilag kiletvéve. Igen. Én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon jogosan, hát hiszen az volt az első próbálkozás. De, szempontból. de most az úgy hangzik, mint hogy nagyon sokat kellett volna dolgozni rajta, szerintem nem. nem én, ledöbbentem azon, én ledöbbentem azon, hogy ez hogy egyébként belőled ez így kifolyik, és hogy ez így van, és hogy nem hmm. kételkedtem benne, hogy képes vagy rá, de azért mégis meglepett tudod, hogy Isten, is mit karmatod adnám, hogyha meg tudnék írni egy regényt egyszer így. Szerintem fogsz egyébként, de erről majd mindjárt beszélünk. Én, én az azt gondolom, hogy neked ez benne van, Ági. És te is Remélem ezt gondolod. Egyszer. Remélem ezt, te is ezt gondolod. Hát igazából mindent, amit eltervezek, amit meg szeretnék csinálni, azt, azt véghez viszem, és, és és mivel iszonyatosan vonzódom, vagy szeretném megélni, inkább azt mondom, nagyon bénasz, hogy de vonzódom, tehát megélni azt, amit te, hogy egy flóban kijön egy sztori, ami a te sztorid. Hm. Azt mondja, hogy haba torteni, azt utána olvassák, hogy visszajeleznek, hogy tudom, hogy ez neked mennyire fontos, és beszéljünk róla, hogy mert nem, szerintem nem. ez nagyon-nagyon nagyon ér érdekes én. tapasztalás. De hogy így nagyon jó lehet ezt megélni, hogy van egy történet, amit te megírsz, és képes vagy rá, és azutána megjelenik egy Én Szerintem nem is, nem is tudtam nagyon elmondani uh, sehol, hogy milyen élmény volt ez nekem. Én ezt akkor is megírtam volna, hogyha nem születik végül meg, ha ez nem jut el az emberekhez. Mert annyira erős volt a sugallat, annyira erősek voltak az félálomban jövő képek, meg, meg felhívtam a védikus asztrológusunkat. Azért mondom, többes szemben, mert te is találkoztál magatni, vagy gyurkokat, amiről van szó aki az utazás a lelket körül című műsoromban is van, és hát jó barátom már, azért ezt már mondhatom. És ő mondta nekem azt, hogy most egy olyan időszak következik évek, amiben nekem támogatva van az, hogy én, hogy én vezetetten írjak, tehát föntről jön, -jön az ihlet. El is kell mennem hozzá. Ket kettő éve voltam szerintem. Kettő éve, akkor pont, a, a pont ideális, hogy most szerintem megint ránézzetek a éve, Másfél, kettő. Mi az, ami, nem, nem kell kimondanod, hogy mindenhogy vannak dolgok, amik bejöttek? Hát minden. Ugye? Igen, minden. Amit minden. Most nagyon, Nekem annyira durván önismereti volt ez az év. Nem csak neked, ne aggódj. Valószínűleg okkal, de akkor viszont én kérdezem meg ezt ebben a körben, hogy mi történik most a világgal, hogy ennyi változás van, és hm. hát most nyilván ugrunk picit, de hogy a második Bye. regényed azért erre is reflektál. Bizony. A szerelemszövetség. A szerelemszövetség. szerelemszövetség. Címért, hát büszke vagyok a címre is, majd még arról is beszélünk. <síthat> Ó, nem szó, lesz elég ez a 30. Nem mi történik a világban? Felgyorsult minden. Gyakorlatilag a Covid az egy mm, olyan volt, mint egy kapu, ami így furcsán hangzik, de hogy átléptünk egy másik idő, idő dimenzióba, nem tudom jobban megfogalmazni. Hirtelen, hirtelen sokkal tömörebben, rövidebben, kevés idő alatt, brutális méretben érkezik a, a tanulnivaló tehát ezt úgy éljük meg, hogy minden nehezebb, minden. Mi, 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 miért, miért jön még ez is, miért pont én, miért, 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 miért történik ez meg, ez meg, ez egymás után, hol tudunk levegőt venni. És ez nem csak a nagy dolgokra értendő, ami globálisan mindenkit érint, a háború, a gazdasági válság, oda, ugye előtt a COVID hanem, hanem az apró dolgok is, aprónak tűnő dolgok is, amik igen nagy dolgok az ember életében legyen, az egy betegség, egy vállás, egy veszteség, egy elengedés, vagy, vagy egy, vagy, egy, új feladat, amire azt érzi az ember, hogy úristen, ez, ezt, ezt el kell vállalnom, de hatalmas, és hogy fogom én ezt megoldani. Semmi másról nem szól, mint arról, hogy valóban felgyorsulnak körülöttünk az események, gyorsabban kell tanulnunk, gyorsabban kell fejlődnünk, és Sebestyen Balázssal volt most nemrég egy esténk, ahol tudom, hogy te is ott voltál, és a Balázs is azt mondja, és az a baj, hogy én is azt gondolom, és ezt érzem, hogy ez nem fog most lecsengeni. Tehát itt most nem az történik, hogy jó, most felgyorsultak az események, néhány évig szenvedünk, vagy küzdünk, de aztán majd milyen könnyű lesz újra. Nem. Egy teljesen új élet re kell berendezkednünk valószínűleg, és ez a nyomás ez nem csökkenni fog rajtunk kívülről a nagy nyomás, a globális nyomás, hanem folyamatosan nőni, nőni, nőni fog, mert egész egyszerűen az van, hogy az emberiség oda jutott, hogy hogy túl volt. Tehát az elmúlt évtizedekben az ego vezérelt mindent. A kérdés az, hogy képesek vagyunk-e az egót jóra használni, nem háttérbe szólítani, nem legyilkolni, nem megszüntetni, hanem elkezdeni a jó ügy irányába és szolgálatába állítani és valahogy egymásra jobban figyelni, akár, mert az egó benne van abban, hogy megírtam ezt a könyvet, hát könyörgöm. Tehát, hogy, hogy ha nem lett volna ego, akkor nem ülök rá minden nap, és szánok rá órákat, és folyik ki belőlem a dolog úgy, hogy közben mégsem az egóm dolgozott közben, hanem átengedtem valami, valami másnak a, a tudatomat, az elmémet, hogy rajtam keresztül hasson. Valahogy így kellene ezt jóra használni, a hétköznapokban is. De mindjárt folytatjuk a beszélgetést, jó? Egy csomó mindent felvetettünk, majd mindjárt kitaláljuk, hogy mi legyen az irány, amiben tovább megyünk. Lélekközösség Peller Mariannal éz, éz. a 95.8 Sláger fm -en. Folytatódik a Lélekközösség Peller Mariannal vendégem, szabadosági drága jó barátnőm, akivel tényleg már két közös szépséges porontjunk van <laughs> a két könyv. És mi az a dolog, amire reagálni szeretnél, mert itt jó sok mindent mondtam én az előbb. Igen, nagyon sok minden érdekes dolgot. Egyrészt azt, hogy ugye Mondhat, hogy a Balázsral, Sebastián Balázsral volt nemrégiben egy előadásotok, és ott voltam, és nagyon nagy hatással volt rám, végre láttalak benneteket színpadon. És ugye olyan nagy hatással volt rám, hogy én is meg akarom tanulni a transzcendentális meditációt, és az jutott eszembe, hogy akkor ez azt jelenti, hogy én is elindultam, csak még mindig nem vagyok ennyire, nem nem nevezem nem nevém, meg nem. Ez a kérdésem, hogy igazából honnan számít valaki spirituálisnak, honnan tudjuk, hogy mi az az irány, az spirituális Persze fontos egyetlen nevén nevezni, nem biztos, hogy nem fontos. Kell. Másrészt Öhm, nem mindegy, mar, folytassuk ezzel, jó. mert eszembe még más, de. Majd jó, hiszem. de ne felejtsd el, mert jó. az is mindig jó. Szóval az van, hogy, hogy nem mindenki járja a saját útját, és valójában tök sok olyan élmény éri, ami a spiritualitás útjára terelgeti, csak nem biztos, hogy ezt annak nevezi. Mert van, aki elmegy pszichológushoz, és akkor eszébe se jut, hogy a spirituális út pedig az, mert a pszichológus miben segít, lehet, hogy van éppen egy aktuális probléma, amit együtt fel kell dolgozni, de az önismeretről szól az egész. És valóban az életünk valójában arról szól, hogy önmagunkat megismerjük, a legkülönfélébb dolgokat megtapasztaljuk, és azon keresztül közelebb kerüljünk ahhoz a valódi igaz önvalóhoz, ami ott van bent. Én annyit tanultam magamról az elmúlt három-négy évben, hogy arra szavak nincsenek sokkal többet, mint, mint addig összesen holott, mióta járom már, most már 15 éve tudatosan tanulom a módszereket és spirituális technikát alkalmazok, és még egy csomó minden mást is, agykontrollt, a TM-et, a transzcendentális meditációt, tanultam még Phantom Matrix energetikát, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindent kipróbáltam. Egyébként pont én tudom, hogy nekem az a dolgom, hogy azért kell ezeket a módszereket, vagy a belső utazást kipróbálnom, hogy utána el tudjam mondani, hogy hé, emberek, nézzétek, ezek a, ez a paletta, ennyi mindent lehet választani, Ő mindenki találjon egyet legalább, ami, ami, esetleg hozzá közel áll, és kezdjen el saját magával foglalkozni, meg azon gondolkodni, hogy egyébként mi a frászért vagyunk itt ezen a világon. Pont ezzel kapcsolatosan a másik, ami eszembe jutott az előző megszólásodban, hogy Mondod, hogy ugye pont az előadáson felmerült, hogy miért van ez a sok változás, és hogy a Covid után hogy alakult, és hogy nagyon sok mindenkinél az ego került előtérbe. Nem felmenteni akarom magunkat, nem, 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 nem javítani akarom ezt a helyzetet, de én azt gondolom, hogy hogy te meg én ilyen szempontból jó helyzetben vagyunk, mert mi hmm. szerintem segítünk. Tehát ahogy te a spiritualitás népszerűsítésével, az előadásokkal, a könyveddel embereknek segítő hmm. kezet nyújtasz, utat ny nyitsz, és gyakorlatilag válaszokat adsz, vagy legalábbis a te soraid, mondataid útján felmerülhetnek kérdéseik. Úgy azt gondolom, hogy én ezt az olvasás népszerűsítés területén végzem. Így van. És pont, hogy mondtad, hogy túl sok ego, és hogy használjuk jóra, és hassunk egymásra, azt gondolom, hogy szerintem mindketten ezt csináljuk, és talán ezért is került közel egymáshoz az utunk, vagy ezért ezt, csatlakozott egymásba az utunk? Ezt szerintem, ezt már meg, lehet, hogy mi ketten privátban megbeszéltük, de én azt érzem, hogy mi ketten ugyanazt csináljuk, csak más eszközzel, más módszert hangsúlyozva. Nálad Igen. a könyvek, hát oda vagyok meg vissza attól, hogy, hogy milyen könyveket ajánlasz, Ági, vagy hogy milyen könyveket adsz ki. Mindegyik, vagy a legtöbb nagyon erősen hat a lélekre. Igen, egyébként nagyon-nagyon komolyan a mentális egészséggel, az önismerettel foglalatoskodik, nagyon sok mindenünk a te választod. Igen. Nyilván abból indulok ki mindig, hogy engem mi érdekel. Tehát a könyvesboltban is olyan kínálat van, ami engem érdekel. A könyvkiadónk is olyan könyveket fog kiadni, ami engem érdekel, amit én tartok értéknek, és én tartok jónak, és engem foglalkoztat. Lehet ez novellás kötet, lehet ez regény, Igen. lehet ez egy önismereti munkafüzet, vagy egy önismereti könyv. De valahogy, valahogy az a fő, hogy, hogy nekem Tessen, mert ha nekem nem tetszik, akkor hogy állok ki teljes melszérességgel a szerzőm vagy a témája mellett? Az elsőnél azért emlékszem, hogy volt benned egy pici aggodalom, hogy nem leszett túl spirituális. Emlékszel? Igen. Hát azért Mesélj az elsőnél erről. tudod. Igen, csak annyiból volt bennem fél, tudod, hogy azért azt néztem, hogy nehogy bekategorizáljanak nagyon, hogy, hogy, már, hogy mit szeretnék, és ne higgyék azt, hogy akkor itt csak spirituális regények lesznek, vagy, vagy nem tudom, nehogy azt higgyék mondjuk például, akik annyira nem látják át ezt, amit csinálok, hogy mondjuk csak ismert emberek könyvét Aha. adom ki. Azóta szerintem nem is adtam ki más nem. ismert könyvét, tehát nem hát ez forró, az irány. Bence, pedig, hát igen, is de azért ő sem az a típus aki mondjuk nem, úgy nem, egy, nem a Sevestyémarás, bár szívesen kiadnám nem könyvét is, ha esetleg a szigorúan bizalmas után írna újra, <laughs> simán írhatna szerintem egy jó könyvet, mert sok mindenki tudja, hogy nagyon nagy Absolut. kedvel olvasná, Na de a lényeg az, hogy, hogy ez volt maximum a félsz uh -huh. bennem, hogy, hogy azért az elsővel lehet, hogy egy ilyen nagyon erős irányt szapsz, de aztán mindig rájövök, hogy róttól nem kell foglalkozni mások véleményével. Uh -huh. Mert hogy szerintem onnantól kezdve, és ezt is, bocsánat, de megint a balást hozom föl, ő mondta, és annyira erősen megmaradt bennem ez az előadás, hogy a belső maga lényeg. Tehát, hogy ha mindig elbizonytalanodsz abban, hogy ki mit mond mm -hmm. neked, meg ki milyen hatással van rád, akkor igazából hol van az, hogy te mit akarsz, hol a belső magad, hol van az, hogy te őszintén szereted-e magadat, és nyilván ez messzire vezet, de hogy tényleg azt gondolom, hogy én teljes melszerűséggel hittem abban, hogy sikeres lesz a könyvkiadó, hogy sikeres lesz a liverpool könyvesbolt, hogy nagyon jó lesz a mi együttműködés, hogy jó a bizniszmodell, amit kitaláltam, kitaláltunk. Hmm. És, és végül is innentől kezdve az ember szenvedélyt tesz bele, meg hisz benne, és a hit talán, ami nagyon fontos bármiben is, de ha hiszünk, akkor ez már fél siker. El, én magamnál megfigyeltem azt, hogy van, hogy nem is hiszek benne, hanem, van, hanem nem tudom nem megcsinálni. Uh -huh. Tehát nem egyszerűen, nem hagyja valami itt a gyomrom tájékán, hogy azt, azt végig fogom csinálni akkor is, ha... ha Mert hogy így vettek fel az, az egyetemre, a filmművészeti egyetemre, uh -huh. hogy én nem hittem el, hogy engem föl fognak venni, de valahol mégis ott, ott volt a gyomrom tájékán, hogy tudom, hogy ez meg fog történni. De, de a, a kicsi ego, a kicsi Marian az azt gondolta, hogy na jó, hát ez kizárt, vagy hogy a könyvet ennyien fogják szeretni. Tehát, hogy valahol mélyen tudtam, hogy, hogy a végtelen kísértés is, és nagyon bízom benne, hogy a folytatás is, amit egyébként nem kell elolvasni minden áron az elsőt hozzá, mert úgy írtam meg direkt, hogy, hogy a folytatás önmagában simán megáll. Hogy, hogy ez egy, nem egy idénykönyv lesz. Nekem ez annyira fontos volt, hogy ha lehet, akkor ez tíz év múlva is bármikor bárki a kezébe tudja venni. És ezt tudod miért fontos, mert szerintem ezt nagyon-nagyon-nagyon kellene hangsúlyozni is, hogy van egy ilyen magyar tendencia a könyvkérdésben. Képzeld el, hogy minden könyvnek van három hete. Minden 20. Oh, percben az megjelenik keres. egy könyv Magyarországon, túltermelési válság van, van több száz kiadó, orvosáiba ömlenek ki a könyvek. És persze ez valahogy tök jó, mert óriási kínálatban jó eséllyel kaphatsz egy-egy jó könyvet, vagy vehetsz egy, egy jó könyvet, de összességében meg azt gondolom, hogy, hogy pont ezzel érjük el azt, hogy egy-egy könyv megjelenik, nagyon az újdonság varázsa három hétig megy, és utána okay. meg a kutyát nem érdekli. Okay. És szerintem nem erre, tehát ezek a könyvek nem ezt érdemlik, hanem sok könyvet akár évek múlva is, és én például már idén is nagyon szerettem volna újraolvasni, de nem voltam elég ügyes. Egy-egy könyvet olvastam újra, de szeretnék újraolvasni minél többet, mert hogy ne halmozzuk föl, tényleg. nem, minek olvasson az ember száz könyvet, olvasson mindenki, de inkább olvasunk el ötvenet, de az olyan legyen, vagy olvasunk újra öt olyan kedvencet, ami, ami mondjuk, nem tudom, tíz éve olvastam, és nézd meg, hogy mit változtál, Teljesen mit felüttél, miért tetszett az a könyv. Benne van a rizikója, azt mondod, hogy Jézusom, ez ezt miért tetszett, tetszett nekem. Igen, igen. De akkor meg rájössz, hogy jaj, de jó, kis cuki voltam tíz év, hogy ezt tetszett. Igen. Nincs az a semmi, hogy szembesüljünk magunkkal. Hát most tök jó. Én, nagyon szeren, én ezt én bizonyos könyvekkel nagyon sokat hangsúlyoztam meg, mondtam a. mi? Nem nem, ja, ezt, lenne. nem. most az Elizabeth ha is beavatást, amit Igen. neked is mondtam, amit még azóta nem olvastál, ugye? Nem. nem baj? Ez nem egy számon kérés, mert úgy is tudom, hogy el fog jönni majd az idő, és akkor majd beszélgetünk róla. De hogy az van, hogy, hogy pont a nyáron volt szerencsém újra elmélyedni benne az egészet nem olvastam újra, de mondjuk tudom, az egy harmadát és nem az elejétől, hanem tudtam, hogy mi az a rész, amit, amit újra akarok olvasni és élni és értelmezni. És a beavatásban volt az, hogy azt éreztem, hogy ezeknél a részeknél, amik ilyen tanítások, tényleg tanítások a világ egy egyetemről, hogy mi hogy működik, hogy mi mit jelképez, hogy a háromszög, a négyszög, a nem tudom, tehát hogy tényleg elképesztő, hogy a matematikában mi minden benne, most nem fog jobban belemenni, mert úgyse érti az, aki nem olvasta. Csak annyit szeretnék mondani, hogy ha teheti, akkor olvassa ezt a könyvet, vagy akár olyan könyveket, ami valóban korábban megérintette, és, és ismételje meg újra. Beszéljünk egy kicsit a címről, mert hogy korábban már említettük az elején a beszélgetésnek, hogy hogy mind a kettőnél, végül úgy született meg a cím, hogy azt érzem, hogy az, az tényleg a közös szüleményünk. A végtelen kísértés is, mert az, az eredetileg karmikus szerelemnek indult, én úgy írtam, hogy karmikus szerelem, és aztán beszéljünk a szerelem szövetségről is, ami meg fény és árnyék szövetség lett volna nálam, tehát azon a munkacímen futott. Igen, nagyon vicces volt ez a része valóban, hogy hogy mind a kétszer tulajdonképpen másból indultál, de a vicces inkább az volt, amikor a másodiknál mondtam, hogy legyen az a cím esetleg, hogy karmikus szerelem, és mire mondtad, hogy Ági az elsőleg ezt a címet adtam, hogy mi a tényleg? <síns> <síns> szóval, Igen. hogy, nem tudom, az elsőnél azt éreztem, hogy ö, ne el az embereket a karmikus szóval. És én azt gondolom, hogy ha bármit hozzá tudok tenni a könyvkiadási folyamathoz, Azért akarom ezt csinálni, nem azért, hogy elmondhassam, hogy milyen ügyes kislány vagyok, mert van egy könyvkiadom, hú, de tök jó, hanem azért van egy könyvesbolton, mert bent szoktam lenni, és azért van egy könyvkiadom, mert a, onnantól, hogy kitalálom, hogy ki legyen a szerző, odáig, hogy bemutatjuk a könyvet, és például holnap Szegeden fogunk veled beszélgetni. Szerintem, szerintem ez, ez a folyamat. Persze nyilván egy idő után, ha nagyon megnő a könyvkiadó valami lehetetlenné válik, de akkor is meg akarom tartani ezt a családias dolgot. Tehát én nem akarok 500 könyvet kiadni majd a későbbiekben. Na, és hogy azt érzem, hogy ebben viszont nekem feladatom van, mert hogy nekem van egy elég erőteljesen meghatározható ízlésem. Én hiszek abban, hogy nekem valamennyire átlátom a könyves piacot, hiszek abban, hogy látom, ismerem az olvasókat, ez a kulcs. Öt éves, az nincs időm olvasni kihívást. Igen. Rohadt sok emberre beszélgettem az olvasásról be tudom nagyjából lőni azt, hogy mi az, ami tetszik nekik, érzem, hogy mi az, ami lehet, hogy valakinek tetszik, de ugye az átlagnak nem fog, uh -huh. és nem azt mondom, hogy mindig meg kell felelni az átlag ízlésének, de valahogy ez, ez, ez tényleg ízléskérdés, a törekedni. ez az átlagnak megfelel, amit mi csináltunk? Ö, azt gondolom, sokkal finomabb és sok exkluzívabb ez a kiadás, mint egy átlagos könyv. Uh -huh. Ugyanakkor azt gondolom, hogy pont azért nem szerettem volna a karmikus szót, mert tudom, hogy akkor nagyon sok ember megijed, és sokan nem tudják, hogy mennyire fontos a jó címválasztás. Okay. És azt gondolom, hogy, hogy egyébként igen, ez egy nagyon igényes, nagyon minőségi borító lett, ami szerintem tökéletesen illik <coughs> a történethez. Igen, okay. És a másodiknál ott ugye gondolkodtunk azon, hogy teljesen más legyen, vagy máshogy nézzen ki az elrendezés. Igen, csak aztán mégis valahogy itt meg az van, hogy be kell látni, hogyha mondjuk a tervező azt mondja, hogy hogy nem nem, nem nem tudom megugrani, és van egy időfaktor, vagy mondjuk az van, hogy annyira erős az első borító, hogy én ugye először azt gondoltam, hogy ez legyen, és neked volt egy rohadt jó ötleted egyébként, hogy milyen legyen, csak egyszer nem lehetett megvalósítani Igen. szépen, és kockázatos csináltatni egy illusztrát Legy. El Nem sikerült annyira jól borítod, de akkor most már használjuk, meg kifizettük. Igen. Mint azt, hogy akkor inkább magabiztosan és annyira szépen mutatja egyébként, hogy ez egy összekapcsolódó, ugyanakkor különálló is, szerintem nagyon szép. Későbbiekben majd még rátesszük, hogy ez a második, hogy egyértelmű legyen, de mivel külön is olvasható. Ezért is szerettük volna most első körben. És itt is vicces volt a cím, mert tényleg a Fényelnyék Szövetséget szeretted volna. Vagy hát inkább azt mondom, nekem az. az Meg volt nekem a is nagyon tetszett, csak valahogy erre viszont nem emlékszem pontosan, hogy hogy csúszott be az, hogy Szerelem Szövetség. Sokat beszéltünk róla, azt tudom, főleg telefonon, mert rohanásban voltunk mindenket, át, És Ötleteket dobáltál így te is van. nagyon sok. Egyszer nagyon röhögtem, csak hogy mennyire maximalista vagy. Marian, írj már néhány címet. És kaptam egy ilyen e-mailben egy ilyen bekezdést, tehát szerintem egy 45 címet nem, elküldött. De, de Jó, Hát tudom, aztán fizem el ezt a nőt. Mondtad, az a maximalizmus, hát... ami belőled jön, de imádom. Én is ilyen vagyok, és nagyon szeretem, hogy én tényleg szerintem... te ötször elolvasod a könyvet megjelenés előtt, és tök jó magabiztosság, hogy tudjuk, hogy a tökéletes törekszünk, nyilván mindig van hiba, mindenhol van hiba, de hogy azért megtesszük, amit megtehetünk. Na innen folytatjuk már is a beszélgetést. Lélekközösség Peller Mariannal é, é. és a 958 sláger FM-en. Folytatjuk a beszélgetést, ez itt a Lélekközösség Peller Mariannal, pedig, hát gyakorlatilag csacsogunk. Ági, nem? Tehát, hogy az van, hogy ha mi találkozunk, akkor az így néz ki, hogy Hah! alig tud levegőt Ami venni a másik. Meg... <laughs> Élőben is érek vagyunk. Abszolút. Tehát, amikor mi ketten összeülünk, akkor, akkor ez működik. Na, <laughs> és akkor beszéljünk egy kicsit még, ha benne vagy a, 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 a sztoriról, a könyv ha már így megszületett az, hogy a Szerelemszövetség lett a mivel egyébként teljes mértékben teljes mértékben elégedett vagyok. Még ott is. Örülök. Nem, nagyon szeretem. Még ott is vaciláltunk, hogy írjuk. Jó ez így, hogy egyben van, nem tudom, külön igen, kell Igen, igen, még utolsó pillanatban. De szerintem abban is jók vagyunk együtt, hogy még ha el is bizonytalanok, én mindig meg tudlak nyugtatni, hogy hidd el, vagy, hidd nekem, jó lesz, jó lesz. Mint ahogy én téged, amikor igen. azt mondtad, hogy elkezdted olvasni, és mondod, hogy félsz, hogy egy kicsit túl spirituális lesz ez igen. a második rész. Mondom, hidd nekem, jusson a nyolcadik, fejezetig, és tudni fogod, hogy. És akkor, te megnyugodtál. Igen, nem? igen, 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 igen. történik a nyolcadik, fejezetben, mi történik. Nem, tényleg inkább akkor én kérdezlek téged, hogy te a hallgatóidnak, hallgatóknak arról tényleg, hogy, hogy, hogyan pattant ki ez a sztori. Más mm. volt-e, ahogy ez a flow kijött, vagy ugyanolyan volt, mint az elsőnél, és hogy miért ez a, ez a történet, meg akkor mesedette a történetet, ugye egy előzéletes utaztatásos igen, mert hogy ebben, ebben. Na, tehát hogy ha valaki esetleg egyáltalán nem ismeri, akkor röviden tömören egy szerelmi háromszögről szól. Az eredeti, a végtelen kísértés az első rész, női vekengés, de, de én imádtam, mert hogy mindent, mindent, ahogy írtam, megértem, megéltem érzelmileg, és pontosan ezért jönnek olyan visszajelzések a mai napig az első könyve kapcsolatban is, hogy Marian, ezek az én érzéseim. Honnan tudod, honnan, hon, hogy, hogy lehetséges ez? Meg az én történetem, meg ugyanebben vagyok, nagyon hasonlóban vagyok, Úristen, de jó, most talált meg a könyved. És ez egy blokkoldó könyv, programtisztító könyv, nem viccelek, mert ezt az információt kaptam az én vezettetésemtől, és amikor elolvassa valaki, tényleg azt érzi, hogy olyan, mintha valamit itt sikerült volna a szívéből, lelkiből kimosni, hogyha ezzel a dologgal éppen feladata van. És ennek írtam meg a folytatását, amiben a főszereplő nőnk Anna Bella egy színésznő, van egy csábító, egy kísértő kolléga, Johnny-nak hívják, és hát mi, mindehez társul még egy tökéletes élet, ami a, a színésznőket körbe veszi két kicsi gyerekkel, egy, egy nagyobb fiúval, meg egy kisebb kislányjal, és egy támogató férjel, de közben elkezdenek egy misztikus sorozatot forgatni. Hát az egyik streaming szolgáltatóra, nem tudom, hogy szó, ez reklámszámítana -e, hiszen ez a valóságban nincs így, de mindegy. Tehát, hogy elkezdenek egy misztikus sorozatot készíteni. Már az is izgalmas, hogy miért pont őt választják ki erre a szerepre, mert hogy nem véletlenül kapja meg ő ezt a szerepet. Ketten nyomoznak, méghozzá Johnnyval együtt. Tehát ők lesznek a két főhős, akik között szerelmi feszültség is van, szerepük szerint, vagy hát ilyen izgalmas kis vonzalom, és közben a, a férfi nyomozóként. Az árnyék oldalal áll összeköttetésben, tehát onnan kap információkat, a nő pedig a fényoldalánál oldalánál, és az égiektől, a fénytől kap információkat. És így kell együttműködni, hogy a világban felbukkanó különböző különös jeleket euh, megpróbálják megfejteni, és összekapcsolni, hogy ez és ez és ez miért történik, ezek hogyan függnek össze, és mire utalnak, mi történik a világban, mifelé tart az emberiség. Így tudnám összefoglalni. Igen. Jól foglaltam össze? Igen, nagyon, nagyon jól. <laughs> és ez egy ilyen nagyon izgalmas, ilyen már, -már krimiszerű nyomozás. És én, én megmondom őszintén tényleg, hogy annyira más a kettő, hogy elképesztő, hogy mindkettőt te írtad, de a tényleg. Van, azt érzem, tudod, Ági, mit érzek? Vagy hogy lelkes vagyok, csak tudod, mert azért vagyok ilyen lelkes, mert, mind, mert az elsőnél is elmondtam, hogy az átfolyt négy belőled. hónap alatt. Tehát, Aha. hogy nem én, én csak leírom, és hogy nagyon élveztem nézni ezt a mozit, hogy úristen. A másodiknál, hogy emlékszem, hogy állok a lépcsőzőgépen, is megérkezik az is Miközben még az elsőt írtam, hogy úgy fog folytatódni, hogy ezek ketten együtt fognak szerepelni, és ott a feszültség is megmaradt kettejük között a valóságban is, a szerepük szerint is, és közben, miközben játszák a szerepet, tehát forgatókönyves elemeket kell majd beleírnom a könyvbe, közben történik valami a forgatás során, egy seansz, ami a forgatókönyv szerves része, ahol a nő transzba esik és belelát az előző életükbe. Ami aztán belekerül a sorozatba. Szóval tulajdonképpen három síkon. Igen. Játszódik a történet. És amikor lejegyeztem először, akkor ott kicsit be is voltam tojva, hogy ezt hogy fogom Igen. úgy megcsinálni. Emlékszem, hogy mondtad, hogy, hogy nehéz ez lesz. ne legyen túl bonyolult annak, aki olvassa, hogy ez átlátható Igen. legyen, vagy hogy befogadható, vagy gyorsan érthető. Mert azért nem akar az ember olyan könyvet olvasni, amit nehéz felfogni, hogy most mi a frász történik. De végül sikerült, ugye? Abszolút, Nyugtas, teljesen mert. érthető. Én pont az olvasók miatt találtam ki utolsó azt, hogy akkor azok, amik forgatok, hogy meg legyenek ilyen keretben, Igen. meg hogy így tördejük úgy teljesen, mint a forgatókönyv lenne. Jó. Szerintem nagyon érthető, és tényleg ahhoz, úgy fogalmazom, hogy az elsőben egy nő engése, hát tényleg egy, egy végül is a, a nő gondolatait halljuk, ő mesél, ő keresi az útját. Én is azért szeretem, mert hogy aki elkezd nyitni, vagy, vagy szeretne megismerkedni a spirituális utakkal, vagy, vagy gyakorlatokkal, vagy módszerekkel van, mert az van benne szó. taró, van benne védikus asztrológia, TM, előző utasztatás, transzcendentális meditáció, mondtam, mi ez az SVT, Spirituális spirituális választechnika, tehát benne vannak a módszerek, hogy mi hogyan működik. Igen, és ezt mindent megtapasztalt, hogy Annabella hogyan küzd ezekkel a mindennapokkal, vagy hogyan gyakorolja őket. És ehhez képest ez meg igazából nincs a másodikban már benne, hanem van egy, kevés Van. Igen, egy kevés, de tényleg jó kevés ahhoz képest is gyakorlatilag egy ilyen krimi lesz belőle, ahol a tényleg rohadt izgalmas szerintem, hogy milyen életekben megy vissza a forgatókönyv, hogy alakul, mi lesz ezzel a két emberrel, ott mi lesz a feloldása. Ki, ott ki, kikre ismernek Igen. még, vagy ismer Igen. még rá, mert nyilvánvaló, hogyha előző életben nyer betekintést az ember, a valóságban is így van, ott fölismeri azt, hogy Úristen, ki ez? Olyan, mintha a a férjem a nővérem az apám az anyám lenne. De te voltál ugyanígy előtés más... betekintés? Voltam, igen, igen, igen-igen. Ezekhez így nincs közöm, uh -huh. tehát ezek mind-mind gyönyörű sugallatra jöttek, és fantasztikus élmény volt nézni a mozit. Az a durva, hogy mondjuk a, az 1800-as évek közepén játszódó amerikai életben láttam a ruhát lá, éreztem, hogy milyen, ahogy szorítja a főszereplő a, a fűző, is. amikor mit tudom, ágyulásból nagyon irigylem. Ez nagyon jó. Mondjuk az irigység nem, az irigység nem jó szó inkább. Nem, hanem, hogy mondjuk te is Itt átélnéd. Nagyon és szívesen átélném. Gyanítom, hogyha te majd elkezdesz írni, akkor nálad is lesznek ilyen élmények. Pont ezt akartam kérdezni, viszont, hogy nem tudom, mennyi időnk van, de hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy vagy szerinted lehet-e? ezt a, hogy mondod, hogy megnyílnak és jön a szöveg és flóba vagy ezt valamivel elérni ez az állapotot hogyan Igen. lehet szerinted előhozni? Igen. nekem azt tanították az égieim akkor, amikor az elsőt írtam, hogy álljak fejen naponta kétszer négy percet, aztán már utána ment az is, hogy egyben nyolc percet, mert hogy azért tudod stimulálni a tobozmirigyedet ami a vevő, gyakorlatilag az az antenna, amit hogyha régen azért állítólag az ősi időkben azért találnak ilyen régi, meghosszabbított fejű koponyákat, tehát hogy van, amit már azért csináltak, mert betekerték a gyerek fejét, hogy minél hosszabb legyen, de annak már nincsen köze az eredetihez, mert hogy állítólag létezett egy olyan ö, nemzetség, emberiség a Földön, akinek magától volt ekkor, akkor megnyúlt a koponyája, mert annyira nagy volt a tobozni hogy működött az, hogy egymás között gondolatátvitelvel kommunikáljanak. Mm -hmm. És az van, hogy amikor ezt elkezdtem csinálni, akkor egyébként létezik a fejen kívül gyakorlat és is. Dr. Joe Dispenza például leír egy tök egyszerű légző gyakorlatot, amit elkezdtem szintén gyakorolni, hogy, hogy stimuláljam ezt a tobozmirigyet, ami összeköttetésben áll a két másik mirigyel, és ez maga adja ki a harmadik szemet. Tehát gyakorlatilag ezzel még felerősítettem azt a vevőkét, azt az antennát, és úgy folyik át. Most már az a durva, hogy már nem állok annyit fejjel, sőt, szinte, szinte alig gyakorlom a légző gyakorlatokat, szoktam csak csinálni, de valahogy nem veszett el ez a dolog, hanem hanem működik. Tehát, hogyha leírok, leülök, hogy leírom a szöveget, a második résznél, amit felolvastunk mondjuk a bemutatón, azt a két oldalt, De jó, az a rész. hát kikérem magamnak, hogy ezt én írtam. Tehát, hogy hogy az van, hogy abban annyi bölcsesség és mélység van, hogy én tudom, hogy ezt marianként nem tudom megírni. Azt hm. csak úgy tudom megírni, hogy van egy antennám, is rajtam keresztül egyszer csak így összeáll a kép, és arra kifejezetten emlékszem, ahogy megírtam, hogy Úristen Értem az összefüggést. Tehát, hogy nekem is ja, durva. folyamatos tanítás van, amikor, amikor írok, úgyhogy már nagyon várom, hogy március végén elmenjek Egyiptomba, remélem jössz velem. Megyek, mondtam és utána hazajövök az, azokkal az élményekkel, rezgésekkel, és akkor megírom a ja, harmadik epizódot. Kezdjük el szervezni. Igen, kezdjük el szervezni az egyiptomi utat, mert hogy, mert, hogy ez a terv, hogy De az, az csak és akkor utána majd már, gyanítom, hogy már csak a negyedik rész lesz hátra, és az viszont az is már megszületett a lépcsőzés közben, hogy hogy fog kinézni a lezáró epizód. Tudsz légző gyakorlatra tanácsot adni? Igen. Akár hallgatóknak is segítség lehet, Igen. Hogy, hogy, hogy mi ez, amivel, amit most kétszer is említettél? Akkor elmondom ezt, amivel ezt a bizonyos lehet stimulálni, nagyon egyszerű, viszont ezt lehetőség szerint úgy csináljátok, hogy nincs körülöttetek senki, mert munkás. Mert az a lényege, hogy az ember vesz orronát, egy mély levegőt lehetőség szerint be a gyomorba, és utána nagyon lassan elkezdi felnyomni, olyan, mintha a, a vécén ülnél. Csak az a lényeg, hogy felfelé nyomod, és meg kell érkezni a feszülésnek egészen fel, 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 fel az a fejed tetejéig. És ez van, hogy amikor már annyira feszül az agy rész itt fönt akkor kezdi el stimulálni ezt a bizonyos uh, tobozmirigyet a dolog. És azt mondjuk tízszer megismétled egymás után, egyrészt kifulladsz, másrészt, másrészt ez, ha ezt naponta egyszer-kétszer megcsinálja az ember, ezt a tíz uh, ismétlést, akkor, akkor ez elkezd hmm. működni. Na majd kipróbálom. És beindul a tobozmirigy. Kipróbálod? Ki? Hát, nagyon büszke vagyok rád. Ami nagyon hülye hangzik, mert hogy közben én mindig is tudtam, hogy hogy neked minden, amit csinálsz, amit teremtesz, az valójában sugallatra jön, csak nem foglalkoztál vele így tudatosan, most meg már talán tudatosabban figyelsz. Igen, igen, én is úgy látom, meg most nagyon elkezdett vonzani ez az egész meditáció, hogy mindig, mindig jön szembe, mindig jött szembe, mindig akartam vele foglalkozni, az évben adtunk is ki ezzel kapcsolatos könyvet, és mégis egyszerűen valahogy annyira rossz, amikor azt veszem észre, hogy rohannak a mindennapok, és tehát, hogy, hogy erről olykor-olykor vágyom erre, meg néha beszélek róla, hogy szeretném, de mégsem teszek semmit, miközben senki nem gátol meg. Ez pont olyan, mint, mint hogy a masszázs. Ha azt beiktatod magadnak, az is egy tök kicsi, de tök nagy lépés már a te életedben, hogy nem csak és kizárólag a feladatokra koncentrálsz, Igen. amit imád csinálni, tehát nem azért csinálod, mert Igen. szenvedsz az Igen, egésztől. Persze, de abban is ki lehet égni, amit az ember imád. Igen. Igen. ha nem pihen, szóval, hogy magunkra a több időt fordítani, úgyhogy nekem ez lesz a 23-as fogadalmam, meg már az ünnepek alatt is ezt szeretném egy kicsit gyakorolni, hogy tényleg pihenni, és tényleg magunkkal törődni csak, vagy magammal törődni csak. Az én fogadalmam 2023-ra az, hogy, hogy egy kicsit világot látni és ebben Egyiptom az egy gyerekkori vágyállam. úgyhogy... Én sem voltam még, úgy, hogy úgyhogy mellett tartok. Meg Nekem még, is mert ez a másik. Még berántjuk Erdélyi Timit is, mert úgy tudom, hogy Minkén. ha minden igaz, akkor ő is tud jönni, és egy három kislány elindul, majd valami testőt szerzünk magunk mellé. De, de szerintem az zseniális lesz. Most viszont el, el, kell, hogy búcsúzzunk. Ez volt az év utolsó lélek közösség. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat velünk így havonta egyszer ebben az egy, majdnem egy órában. Én nagyon jövőre találkozunk, ezt megígérhetem, és csodákkal teli új évet kívánok szívből mindenkinek. Köszönöm, Ági, hogy itt voltál velem. Nagyon köszönöm, meghívtál ebbe a különleges epizódba. Puszi!